Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kint ugyan nem látszik, mégis csak tél van, a hangomon lehet észrevenni, kicsit berekedtem, fogadják el ma, hogy így mutatom be a legszentebb áldozatot, advent negyedik vasárnapján. Köszöntöm a kedves testvéreket, és köszöntöm azokat, akik a televízió segítségével kapcsolódnak be a mi vasárnapi szentmisénkbe. Már csak néhány nap, és itt van az ünnep, de számunkra minden szentmise ünnep, minden szentmisén eljön közénk az Isten ember, az ő szavaiban, az örömhírben, az evangéliumban, és eljön az ő megváltó áldozatában. Hogy ez a találkozás vele örömteli legyen, és üdvösségszerző, lelkiismeret vizsgálatunk után tisztuljunk meg lélekben, kérjük a Jóisten bocsánatát. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiad Jézus Krisztus megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mind örökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Azokban a napokban így szólt az Úr Aház királyhoz. Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről a magasból. De Aház így válaszol. Nem kérek jelet, és nem kísértem az Urat. Erre Izajás proféta azt mondta, halljátok hát Dávid háza, nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek. Ezért az Úr maga ad nektek jelet, ime a szűz fogan, fiót szül, és Emmanuelnek nevezi, ami annyit jelent velünk az Isten. Ez az Isten igéje. Thank you.
apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Pál Krisztus Jézus szolgája és meghívott apostola köszönt benneteket. Isten kiválasztott az ő evangéliumának hirdetésére, amelyet a prófétái által a Szent Iratokban előre megígért fiáról, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő test szerint Dávid nemzetségéből származott, a szentség lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas fiának bizonyult. Általa nyertük el a kegyelmet és az apostoli küldetést, hogy neve dicsőségére munkálkodjunk a hitért minden nép között. Ezek közé tartoztok ti is, akiket Jézus Krisztus meghívott. Üdvözlöm Rómában mindazokat, akiket az Isten szeret és a szentségre hívott. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Amíg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népet bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjen, amit az Úr a próféta által mondott. Íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette Máriát. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Régebben, majdnem minden évben szerveztem zarándokutat, nem egyszer, külföldre is, Fatimába, Lourdesba, Rómába, Csíksomjóra, Mária Celbe, Csesztohovába, hasonló helyekre. Volt egy zarándok társunk, aki mindenhová eljött, és volt egy füzete, egy ilyen kék vonalas füzet, és amerre mentünk, az úton mindig azt figyelte, hogy milyen településeken, falvakon, városokon mentünk keresztül, és akkor azt írta szépen sorban. És kérdezték tőle, hogy miért írja ezeket. Azt mondta, hogy hát majd akkor otthon pontosan el tudom mondani, hogy hol is jártunk. És mikor egy-egy helyen megálltunk,
nevezetesebb helyeken, akkor ott is részletesen írta, hogy milyen templomot néztünk meg, ott abban mit látott, mit tűnt föl neki, milyen várat, milyen nevezetesebb épületeket, mindent részletesen leírt. Mások meg fényképeztek. Én diafilm sorozatokat vettem általában, mert akkor azt lehetett kapni, nagyon sok van belőle. Ma már mobiltelefonnal ez nagyon gyorsan és könnyen megoldható. Valahogy meg akarjuk örökíteni magunknak azt, amiben részünk volt, amit megismertünk, azt egy kicsit valahogy a magunkénak érezzük. Ilyen meggondolásból teszi azt egy házunk, hogy egy évbe elosztva vagy belesűrítve végigjárjuk az üdvösség történetet, mint földi zarándokok. Annak jelentősebb állomásainál, eseményeinél megállunk, elgondolkodunk rajta, átelmélkedjük, elemezzük, és megpróbáljuk kihámozni az isteni üzenetből, a Szentírásból, hogy most ebben a mi életünkben, a mai korban, amikor mi itt élünk ezen a világon, ez nekünk mit is jelent, ez miben segítség számunkra. Hiszen az egész életünk egy nagy utazás, egy zarándoklat, és reményünk szerint, és a teremtés célja szerint a végső állomáson Istenhez juthatunk el. Elég hosszú idő az, amit így ismerünk, hogy Ószövetség. Elég hosszú idő az, amikor elhangzott Istentől egy ígéret, hogy megváltja az emberiséget. És erre a megváltásra nagy szüksége volt az emberiségnek, hiszen amikor Isten megalkotta az embert maga képére, hasonlatosságára, olyan lelket kaptunk, aki örök életű, kaptunk értelmet, hogy meg tudjuk ismerni magunkat, egymást, meg a körülöttünk élő világot, tudjuk alakítani, formálni környezetünket, életünket, nagyon sokszor másokét is, és kaptunk szabad akaratot, hogy a fölismert jóban, rosszban, igazban, hamisban, különbséget téve legyen választási lehetőségünk. De nem kaptunk minden hatóságot. Az, hogy Isten képe és hasonlatossága vagyunk, ez még azt nem jelenti, hogy azonosak vagyunk Istennel. Pedig az emberiség történelme folyamán nem egyszer ilyen is előfordult, hogy egyesek Istennek tartották, vagy inkább tartatták magukat. Gondoljunk csak az egyiptomi fáraókra. Vagy a közelmúltban, a 20. század elején nagy föltűnést keltett, hogy az akkori japán császár nyilvánosan kijelentette, hogy ő nem Isten. A japánok ezen megdöbbentek. Hát eddig mindenki úgy tudta, hogy a császár az egyben Isten is. De ez a császár Hirohito egy művelt ember volt, egy tudós ember volt, még polgári foglalkozása is volt, tengerbiológus volt, ilyen iskolákat járt és ilyen egyetemeket végzett. És hát ő már volt annyira fölvilágosult, hogy ő ezt összeegyeztethetetlennek tartotta a maga személyével, hogy őt Istenként tiszteljék, és jól tudta azt, hogy erre semmi szüksége. És akkor sokan azt mondták, hogy most Japánnak vége. És nem lett vége. Egy vezető, tudományos és sok minden téren vezető nép, állam ma is a világban. Istennél nem lettünk, de mégis Isten vár bennünket. Meg akarja osztani velünk az ő végtelen nagyságát, boldogságát, szentségét, örömét. Ezek csak emberi fogalmak.
Ezért vagyunk, ezért adott nekünk létet, életet. De hát az ember a sátán mesterkedése folytán a tudás fájához ment. Akart tudni jót is, rosszat is. Olyan akart lenni, mint az Isten. Istenné akart válni. Hát azt szomorúan tapasztaljuk, hogy mi minden borzalmas következménye lett annak, hogy az ember nem csak jót tud, hanem rosszat is. Nagyban, világpolitikai dimenzióban, és kicsiben, akár munkahelyen, akár családban, de még az egyéni életemben is, hányszor tapasztalom, mennyire hátrányos ez a tulajdonságunk, vagy inkább képességünk, hogy rosszak is tudunk lenni, nem csak jók. Említettem már a szószéken, a kedves Faddi testvérek többször is hallották, inkább a televízió nézőknek mondom, nagyon-nagyon emlékezetes nekem, még fiatal pap voltam, amikor a hittanórán azt mondta az akkor még kicsi leány, a kis Szilvia, hogy tisztelendő bácsi, olyan nehéz jónak lenni. Csak azt mondtam, hogy kislányom, te nem is tudod, hogy milyen nagy igazságot mondtál most ki. Nem egyszerű, nem könnyű jónak lenni, mert a sátán dolgozik. És ami jó, az azt megpróbálja mindenféle fondorlatos módon tönkretenni. És amikor tönkretette az emberiség sorsát, akkor mindjárt ott van az szeretet istene, az irgalmasság istene, és akkor azt mondja, hogy majd eljövök, és megváltalak benneteket, rendbe teszem a sorsotokat, segítek rajtatok. Emmanuel, régi héber kifejezés, velünk van az Isten. Ezt jön Vendeli próféta által. Akkor, amikor a zsarnok Ákász király háborúba keveredik, és hiába mondják neki a nép vallási vezetői, a főpapok, és hiába mondják a próféták, hogy nem kell ez, nem jó ez. Istentől kell segítséget kérni, a szeretet Istenétől. És akkor ő flegmán azt mondja, hogy én nem akarom kísérteni az Istent. Hát majd Isten akkor jelet fog adni. Szül a szűz, fiút, és az lesz a neve, hogy velünk az Isten, Emmanuel. Ebben a fiúban eljön közénk, velünk lesz az Isten. És ez teljesült be, most már több mint 2000 éve, ezt fogjuk ünnepelni néhány nap múlva, karácsony ünnepén. És erre készít elő bennünket ez a 4 hetes advent, amikor arra emlékezünk, hogy évszázadokon át várták az emberek. Hogy jöjjön már. A proféták olyanokat mondtak, hogy Urunk, szakíts szét az eget, gyere már, mert olyan nagy baj van a világban. Nem kell az Isten az embereknek, mert a hazug, kísértő, csalárd sátánnak hittek. És nincsen sajnos másképpen ma sem. Az ember ember marad. Ebben a Betlehemben született Isten emberben megmutatta Isten azt, hogy valóban velünk van. És megmutatta az ő minden hatóságát. Ő mindent meg tud tenni. Amikor angyala jelzi a kiválasztott édesanyának, Máriának, hogy fiat születik, nagy lesz ő, Isten fiának fogják hívni, stb. Ismerjük az evangéliumiból az eseményt. Azt mondja Mária, hát nem lehet ez, hát én férfit nem ismerek. Majd a Szentlélek erejéből, az Istennek semmi se lehetetlen, Isten mindenható, ő olyat is megtehet, amit mi emberek nem. És ma azt hallottuk, hogy hogyan avatkozik bele még Isten ebbe a megváltási folyamatba. Mert a társadalom előtt, akkor ott Izraelben szükség van egy apára. Hiszen egy leány anya elképzelhetetlen abban a történelmi korban ott Izraelben.
ha egy leányról kiderült, hogy gyermeket vár, azt kegyetlenül kivégezték a zsidóknál szokásos megkövezéssel. Nem egyszer a saját családja. A muszlimoknál ma is így van, csak úgy zárójelben jegyzem meg. Hát lehet ezen szörnyűködni, hogy micsoda goromba és micsoda dolog volt ez, de hát sajnos az emberiség történelmében akadt még ilyen durva goromba dolog éppen elég. De akkor ez volt. József már eljegyezte Máriát, de egy év a jegyesség ideje, akkor ott Izraelben. És közben kiderül, hogy Mária gyermeket vár. És azt írja Máté evangélista, aki zsidókból lett Krisztus követőknek írta meg Jézus élettörténetét, a megváltás történetét, hogy József igaz ember volt. A Szentírásban nem sok ilyent hallunk, nem sok ilyent olvasunk. Az első, akiről ezt írja az Ószövetség, Noé. Igaz ember volt. Vagyis kedves volt Isten előtt. Igyekezett úgy élni, ahogy azt Isten várja az embertől. Ezért ő lett az, aki által megmenekül az emberiség. Előképe, ószövetségi előképe a megváltónak. A következő, akiről ezt írja a Szentírás, Ábrahám. Vele már Isten olyat közöl, hogy majd a te utódaidból lesz a messiás. A te utódaidból származik majd a megváltó. Igaz volt Isten előtt. Azt tette, amit Isten várt tőle. Hagyd itt a gazdagságodat, hagyd itt a földjeidet, a házadat, a várost, a biztonságot jelentő rokonságot, mindent. Gyere egy másik vidékre, majd amit mutatok. Nem egyszerű dolog. Egy biztos jelenből, egy bizonytalan jövőbe. De ő hisz Istennek. Bízik abban, tudja azt, hogy amit Isten akar, az jó. Mert Isten mindig adni akar, nem elvenni. Maga a teremtés egy hatalmas nagy ajándék, egy hatalmas nagy adomány. A létem, az életem egy hatalmas nagy ajándék, egy adomány. József igaz ember. Álmában jelenik meg neki az angyal, és fölvilágosítja, hogy vedd csak el azt a Máriát. A benne fogant élet az a Szentlélektől van. Nem akárki lesz az, akit majd a te jegyesed a Mária világra hoz. Hát nem tudom, ha ma egy vőlegény és egy menyasszony között egy ilyen dolog történne, hogy kiderül a jegyesség alatt, hogy a leány már gyermeket vár, és a vőlegény tudja, hogy neki ehhez nincs köze. Azt hiszem, hogy mondhatnának neki akármi szépeket, nem nagyon hinne ebben. Éppen ez mutatja József nagyságát, igaz voltát. Hogy elvállalta a küldetést. Neki az lesz a feladata, hogy nevelője, őrzője, a társadalom előtt apja legyen az közénk jövő Istennek, az Emmanuelnek. És tudjuk a folytatást. Nem volt olyan nagyon egyszerű. Galileából, Názáretből a népszámlálás miatt, a politikai vagy helyzet miatt, a rabság miatt el kell menni le Betlehembe. De ott se kapnak szállást. Ott is csak jövevények. Egy barlangba húzódnak be, és ott születik meg a gyermek. Aztán jönnek a napkeleti bölcsek, kicsit később, hiszen a idő kellett ahhoz, még ők valahonnan odaérjenek, és azok megerősítik,
hogy igaz az, amit Józsefnek az angyal mondott. Itt kap bizonyosságot József, nem azonnal, valószínű, hogy egy-két hónap múlva, pontosan nem tudjuk, mikor értek oda a napkeleti bölcsek. De ha csak pár hét múlva is, akkor kap csak József bizonyosságot, hogy valóban az az álom, az nem csak egy olyan álom volt, hogy jaj, hát álmodtam valami szépet, aztán két nap múlva elfelejtettem az egészet, mert úgy sincs semmi jelentősége. És amikor erről megbizonyosodik, akkor jön az újabb nagy csapás. Menekíteni kell a gyermeket Egyiptomba, idegen földre, idegen országba. Miből fognak ott megélni? Hol fognak ott lakni? Ki fogadja be őket? Ábrahámhoz hasonlóan. És az Úristen gondoskodott róla. Istennél nincs lehetetlen. És ha én rábízom magamat Istenre, ahogy rábízta Noé, ahogy rábízta Ábrahám, és ahogy József, akkor már miért ne tehetném meg én is? És ez lenne a mi hitünknek, a mi keresztény életünknek a lényege, hogy rábízom magam Istenre. Erre akar bennünket ránevelni, erre akar bennünket vezetni ez az advent, ez a készülődés. Ember, hát zarándokúton vagy. Nem mindegy, hogy merre tartasz. Időközben megállunk, megnézzük a fontosabb dolgokat, ami megerősítést ad, ami új erőt ad, ami bizonyosságot ad. Ezek a keresztény ünnepeink, és a végén egyszer, amikor majd odaérkezünk, akkor célba érkezünk. Akkor, ha igaz emberek akarunk lenni, igaz emberként igyekszünk élni ebben a világban, akkor majd az igaz emberek jutalmát fogjuk kapni. Akkor majd velünk lesz az Isten, vagy talán nem Isten káromlása, inkább így mondom, mi leszünk majd az Istennel, és véglegesen, örökké. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberlélet. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és értetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, az Úr közel van, azért jön közénk, hogy üdvözítse a világot, kérjük tehát bizalommal.
Urunk Jézus Krisztus, tisztítsd meg népedet a bűntől, hogy örvendező lélekkel várja eljöveteled szent ünnepét. Urunk Jézus Krisztus, eljöveteled várása töltse be mindnyájunk szívét szent békességgel és reménységgel. Urunk Jézus Krisztus, vezesd egységre a népeket, hogy megszűnjék a háború és a gyűlölködés az egész világon. Urunk Jézus Krisztus, enyhítsd a szegények ínségét, karold fel az elhagyottakat. Urunk Jézus Krisztus, vezesd a megtérés és a bűnbocsánat útjára a bűnösöket. Mennyei Atyánk, add, hogy mindig legyenek olyanok, akik nem csak szavukkal, de döntéseikkel és cselekedeteikkel is vállalják azt, hogy hatalmas szőlődben, az egyházban, mint papok munkálkodjanak. Istenünk, híveidnek örök pásztora, aki egyházadat sokszoros gondviseléseddel kormányozod és szeretettel igazgatod. Irgalmadban küldj olyan főpásztort egyházmenyékbe, aki életszentsége miatt kedves lesz előtted, nekünk pedig éber gondoskodásával javunkra várik. Kérünk téged, hallgass meg minket! Megváltó Jézusunk, egyszer már eljöttél a világba, jöjj el mindnyájunk szívébe is, és szent jelenléted által tölts el bennünket békével és reménységgel, aki élsz és uralkodol mind örökkön örökké. Testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, mennyei Atyánk, hogy ugyanaz a Szentlélek, aki a boldogságos Szűz Mária méhét eltöltötte égi erejével, szentelje meg oltárodra helyezett áldozati adományainkat Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, szeretett fiad Jézus Krisztus által. Őt előre hirdette a proféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a szűzanya. Az ő közeletét jelezte keresztelő János, majd bizonyságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várjuk, és így imádságban virrasztva, dicséretében újjongva találjon minket. Ezért mi is,
miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, dicsőítünk téged, és áldó szóval énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Éme hitünk szent titka. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára, isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mind örökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, magunkhoz vettük örök megváltásunk zálogát. Kérünk, hogy minél inkább közeledik karácsony ünnepe, annál nagyobb odaadással készüljünk Szent Fiat csodálatos születésének méltó megünneplésére, aki él és uralkodik mind örökkön örökké. Tájékoztatom a kedves testvéreket, hogy a hét folyamán egy kedves levelet kaptam a Duna melléki református egyház kerülettől Budapestről, a Faddi római katolikus plébániának székhelyén. Kedves testvérek! Egyház kerületünk egész közössége nevében fejezzük ki ezúton is hálás köszönetünket azért az 150.100 forint összegű adományért, amelyel a Rádai kollégiumot pusztító tűzvészben súlyos veszteséget elszenvedett károsultak megsegítésére siettek. Támogatásuk célba jutott, nem csak az anyagiak pótlásában volt nagy segítségünkre, de enyhítette a rettenetes éjszakát átélők lelki fájdalmait is a testvéri szeretet hathatós kinyilvánításaként. A gyülekezet tagjainak áldozatkészségét és jóságát ismételten megköszönjük, és Urunk gazdag áldását kérjük életükre. Az újjáépítés hamarosan megkezdődik, és arról a médián keresztül adunk majd tájékoztatást. Áldott ünnepeket kívánunk testvéri köszöntéssel Budapest 2019. december 9-én Veres Sándor egyház kerületi főgondnok és dr. Szabó István református püspök. Tájékoztatom a kedves testvéreket a jövő heti ünnepekről, miserendről. Holnap hétfőn reggel 7 órakor lesz az utolsó hajnali mise Loráté, amit felajánlunk Palatinus Zoltán lelki üdvéért, az ő testvér bátyja Jánosunknak, és a fia pedig új misésként itt járt nemrégen nálunk, szent misét mutatott be. Kedden a szent estén az éjféli szent misére hívjuk a keddi szent miséket, a szent misére a kedves híveket, szerdán Jézus Krisztus születését, karácsonyt ünnepeljük, természetesen 10 órakor lesz az ünnepi szentmise. Csütörtökön, karácsony másodnapján Szent István diakonus első vértanút köszönti az Anyaszentegyház. Karácsony másnapján délelőtt csak tengeli szőlőhegyen lesz szentmise, akkor a karácsony ünnepek szentmiséje akkor ott akkor lesz. Pénteken Szent János apostol evangélistát köszöntjük, akkor már az esti szentmisében. Szombaton apró szentek vértanukat köszöntjük, ünnepeljük, akiket az álnok Heródes ártatlanul megöletett. A jövő vasárnap a Szent Családot köszöntjük, Jézus Krisztus, Szűz Máriát és Szent Józsefet. Szentmise csak reggel 8:30 Duna-Szentgyörgyön lesz. Faddon és Gerjenben is a vasárnapi szokott mise időben ige liturgiát fog tartani dr. Kenyeresné dr. Pap Kinga, és a családról fog majd beszélni. Egy kedves meghívást kaptam erre a napra. 1000 éves ebben az évben Madocsa község.
ugyanis az első írásos emlék 1019-ből ered, amelyen Madocsa szerepel. És mint tiszteletbeli madocsai apátot, arra kért a madocsai református gyülekezet, vagy egyházközség, hogy a záró ünnepségen, egy ünnepség sorozat volt a településen, a záró ünnepi Isten tiszteleten, mint tiszteletbeli madocsai apát, ismertessen velük, hogy mi az, hogy apát, mi az, hogy szerzetesek, és hogy a madocsai apátságnak a történetét röviden. Hát azt hiszem, hogy ezt a fölkérést nem lenne szabad elutasítani, erre az ünnepre tették, így tehát ige liturgia lesz Szent Család ünnepén. Az következő miserendet majd akkor fogják hallani, egyébként a hirdető szekrényben is megtekinthetik. Hívjuk, várjuk tehát holnap reggel még az utolsó rorátére a kedves híveket, azt követően pedig majd az éjféli karácsonyi szentmisére. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, járjatok békében!